valósítottak meg. Külön köszönöm Dennynek a hozzáállását, amit Dennynek hoztál éjjel-nappal, a keret telefonált még éjjel is, úgyhogy éjjel-nappal tudott dolgozni. És azt is kérdeztünk, hogy ők az egész nyarat majdnem a projektek valósításával töltötték, tehát nem vakációra mentek, hogy nyaralni, hanem azért elég keményen dolgoztak, majd az eredményeket meglássátok. Nem tudom, hogy milyen a bemutató, nem láttam, vagyis láttam, mondtam, hogy ezt azt ki kéne említeni, azt mondták, hogy nem, mindjárt megvan az értelme, majd meglátok. Jó, elég önállóak, úgyhogy mindjárt örülök. Tenni, azt hiszem, hogy sajnos, hogy az ökoszok csoportjából jelenleg nem minden tartott a terményünk, különböző miatt egyik egészségügy, másik, úgymond már egy családi problémát, hogyha jól értettem. Három program, projektet valósítottunk meg, az első projektünk az volt egy patakászás feltérképezés, A második projektünk egy meteorológia állomás megvalósítása volt Kovászna megyében, a Postvári iskolában található a megyében legelső meteorológia állomás, meg kérdezünk a makettünket is, amit a... Úgymond a kisebb analóg meteorológiai állomást sikerült nekünk megvalósítanunk a Terpnél és az Alix Index támogatásával. Ezt a vakáció kezdet előtt kezdtünk ennek a projektnek neki, két-három héttel körülbelül, és ezt meg is tudtuk valósítani a vakáció végét kezdetéig. Ez felmértük a terepet, kicsit nehéz munkák voltak, de viszont megbírkoztunk velük. Kezdtük egy kisebb területfelméréssel, hogy mi hova kerülne. Végül kintet voltak kisebb átrendezések, úgy azon kívül támogatások után jártunk, támogatásképpen kaptunk volt a technikai partnerből, amiből készítettünk egy kisebb hőmérő házikot, úgymond hőmérőknek, ami így árnyékban mérő, árnyékban mérő hőmérsékletet, ahol a házikokat be fog kerülni kettő darab hőmérő, most jelenleg nincsenek bent, mert kisebb gondok vannak a területi munkatartásával kapcsolatosan, nem voltak gondolások. A faházokat megmondolták terült is kicsit azt is úgy szintén. A területen található egy kisebb 2x3-as földrész, ahol van egy kettő darab mérő, ami a kinti hőmérsékletet mér, és van egy talajhőmérő. Ezen kívül van kettő darab csapadékmérő, van egy hómérő és van az árnyékban mérő, az árnyékban mérő hőmérő, és ezen kívül még feltétlenül úgy van, hogy lesz még egy szélsebesség mérő is, ami azonban még egyelőre csak terve van, még egyelőre a tervezetben csak úgy változatosan van meg rajzon. Segítségünkre volt ezen kívül kedves osztályom, akik úgymond praktikányban voltak, és elképzelték egy pár felét onnan, beszélte volt a tanárunkkal, és elengedte, közülük segítettek, úgymond, hogy az egyik osztálytársunknak is segített, hogy ő is eljön, csak sajnos édesapját ott a lábát is nem tudott eljönni. Azon volt minden kellett a válaszokat, és így nagyjából én elég gondolom, hogy átadom az ő. Köszönöm. Ahogy látszik a videóban is, az arcok változtak az idő, tehát
Azt következtetem az én részemről, hogy fontos a kitartás, hogy bármit elkezdjük, hogy elkezdjünk egy csoportban, hogy elkezdjünk egy projekt megvalósítani, tartunk ki, ne okozunk jelenetlenség egy csoporttársunknak, akik éppenséggel kiszállnak belőle. A mottónk, mint az ökósok csoportjának a környezetvédelem volt, fontosnak találtuk, hogy a környezetünket tisztán tartsuk. Nem figyeltünk arra, hogy most versenyben vagyunk, vagy nem vagyunk versenyben, csak ott mégpig a környezetet, ahol tudtuk, ahol tanított a tanárok, stb. Én nem is húznám a szót tovább, köszönjük a közreműködést és a nagy segítségét a Földrajztanárunknak, Komán Lászlónak, aki nagyon sok órát hall éppenséggel vakációban is, de velünk töltött a terepmunkát is. Persze a Dr. Szikán Mária Koskár igazgatónak, aki segítségben megvalósítottuk a projektet. Köszönöm szépen, nem is Kimerekről annyit kell tudni, hogy az ökósok elsősorban nem környezetvédelemként indultunk. Az ökósok, amikor a csapatépítésen voltunk, akkor az ökós úgy jött ki, hogy az ő, annak a rövidítése az összetartás volt, a K a kitartás volt, az O az olvasottság volt, és az S az a szeretet jelképpen volt, így jött létre az ökós. Köszönjük a figyelmet, a szenegyői vadakarról kinyomtattuk fényképeket, és eljöttük a